A Pécsi Egyetem jól teljesített a külföldi hallgatók létszámának növelésében. Ma már 4500-5000 azoknak a száma, akik a világ különböző országaiból a Baranyai megyeszékhelyre jöttek tanulni, mondta az egyetemet működtető alapítvány elnöke pénteken. Bódis József az alapítvány első 100 napjának munkáját értékelte. Azt mondta, most a cél a külföldi hallgatók Pécsre csábítása, hogy ezzel is növeljék az egyetem nemzetközi hírnevét. A kuratórium azt a döntést hozta ma, hogy létrehoz egy alapot, amely finanszírozási háttérként jelenik meg egy ilyen programban. Ma 100 milliós alapot hoztunk létre, úgy gondolom, hogy ez jó, és örülnék, ha minél előbb elfogyna, mert akkor tudjuk szaporítani a külföldi oktatóink számát. A modellváltás több fizetést jelent az egyetemen dolgozóknak, ezt mondták még az alapítványi működtetés elfogadása előtt. 2x15%-os béremelést ígértek. Ennek első fele az idei évre teljesül a kormányzattal kötött megállapodásnak köszönhetően. 15% plusz bértömeg jött. Hogy az egyetem vezetése, gondolom, a érdekképviseleti szervekkel egyeztetve, hogy osztja ezt el, mi abban nem kívánunk beleszólni, azt kértük, hogy ha lehet, már itt is jelenjen meg a teljesítmény szempont. A második 15%-os emelés jövőre lesz. Az oktatás, kutatás, gyógyítás színvonalának emelése a modellváltás célja. Ezért a magasabb minőséget többletforrásokkal ismerik el. Ezt vizsgálják, mérik a különböző szakokon, karokon, és ez alapján döntenek a további források juttatásáról. Erre az alapítvány éves szinten 400 milliárd forintot kap. Mellette pedig az egyetem napi működtetésére, feladatellátására külön forrást kap az intézmény a technológiai és innovációs minisztériumtól a nemrég megkötött 6 éves szerződés alapján.